Egy évvel ezelőtt, amikor a 2020-as terveket szövegették, akkor még nem nagyon lehetett tudni arról, hogy mi vár ránk Magyarországra és így Budaörsre is 2020-ban. A pandémia eléggé felülírta a terveket. Jelesül az 5-ös számú választókerületben, amelynek az egyéni képviselője Molnár Gábor, melyek azok a beruházások, fejlesztések, amelyeket sikerült megvalósítani, és melyek azok, amelyek az ismert okoknál fogva későbbre halasztódtak. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, januárban, februárban még nem gondoltuk volna, hogy ez az év így alakul. De meg kell, hogy mondjam őszintén, tulajdonképpen azok a beruházások majdnem 100%-ig megvalósultak, amelyeket elterveztünk, de ezek mind olyan beruházások, illetve nem is beruházások, hanem rekonstrukciók, felújítások, amit muszáj volt megcsinálni. Állagmegóvás, balesetvédelem, hasonló szempontokból. Az előző ciklusban az 5-ös számú körzet az durván 100 millió forintot kapott, illetve költött. Hát most, hogyha időarányosan nézzük, ebben az évben durván 320 millió forint az, ami a körzetre jutott. Itt elsősorban a közösségi terekről beszélhetünk. Úszoda sportcsarnok felújítása, rekonstrukciója, ami részben TAO pénzből valósult meg. A pincébe megcsinálták a szellőztető rendszert, ami nagyon ideje volt, hisz ott a berendezések magas páratartalom miatt hamar tönkrementek volna, akkor a tetőkupola motoros mozgatása, öltöző felújítás történt, padló padozat felújítás történt, a melegvíz hálózat felújítása durván ez volt, ami a úszoda sportcsarnokra jutott. A másik, mondhatnám, anyagiakban a legnagyobb ráfordítás, az a régi posta épülete. A régi posta épületének a részbeni rendbetétele, hisz életveszélyes volt a pincefödém. A pincefödémnek a statikai megerősítése, illetve új vizes blokk kialakítása, ami ott a legszükségesebb, legfontosabb volt. Ez durván 145 millióba került. A körzetben, hát mind az egész városban a parkolás az egy nagyon kritikus téma. A Stefánia utcába, illetve a Vasvári Pál utcába sikerült több parkolót kialakítani, ami nagyban hozzájárul, hogy elnyitse az ottani zsúfoltságot. Egy utat sikerült megcsinálni, ez a Dózsa-György út. A kivitelezőt csak dicsérni tudom, mert borzasztó precízen, borzasztó pontosan végezte a munkáját. Ott is parkoló kialakítása, vízelvezetés történt. Ez emlékeim szerint 57 millió. Még egy, ami a körzetem komfortérzetét növelte. Mindig probléma volt a szelektív gyűjtőkkel, mert hát, fegyelmezetlenebb lakosok, illetve volt, hogy nem is tudták máshova tenni. A szelektív gyűjtő körül mindig borzasztó nagy kupleráj volt. Most ezt sikerült bekeríteni, teljesen kulturált, nagyon jól működik. Ez is emlékeim szerint 2,5 millió volt. Hát ezek azok, amik megvalósultak. Ezen kívül még a Clementis 20-ba volt egy tetőjavítás, tetőrekonstrukció. A könyvtárba, a zeneszobának a padozatát újították fel, illetve elektromos szerelés történt, költöttünk pénzt a helyi múzeumra is,
Úgyhogy tulajdonképpen nagy vonalakban ezek voltak. Aztán, hogy jövőre mi lesz, azt senki nem tudja megmondani, mert bizony, minden bizonytalan. Az úszoda és a sportcsarnok elég alapos felújításával kezdte a képviselő úr. Ugyanakkor ezek azok a létesítmények, amelyeket jelen pillanatban sem használhat a helyi lakosság. Ide kapcsolódik, hogy a választóival beszélve, kommunikálva, találkozva, hogyan élik meg azt, hogy gyakorlatilag a közösségi élet megszűnt Budaörsön is. Hogyan viseli meg őket, mennyire viseli meg őket ez a pandémiás helyzet, kerültek-e egzisztenciális válságba, állásvesztés történt-e? Ilyen kérésekkel, kérdésekkel, panaszokkal fordultak-e önhöz az elmúlt időszakban? Elég jól ismerem a körzetemben a lakosokat. Tulajdonképpen panasszal, kéréssel nem nagyon fordultak, de hát azt észreveszem, hogy mindenki idegesebb, mindenki nehezebben tűri ezt a bezártságot. Nagyon sokan idősek is, akik jártak az úszodába naponta, vagy hetente többször úszni, ugye ez elmarad, most sétálnak helyette, olcsóbb megoldást ők nem ezt választják. Hát tulajdonképpen mindenkinek nehéz. Részben érintettem már a képviselő úr, de hát azért konkrétan is rákérdezek, hogy egy ilyen szituációban, amikor teljesen bizonytalan, akár csak az, hogy mi lesz két hét múlva, nem hogy fél év múlva, mennyire lehet tervezni? Hogy lehet előkészíteni egy új esztendőt? És a gazdasági nehézségekről nem is beszélve, mert az aztán teljesen kiszámíthatatlan. Azt hiszem, hogy itt a hivatalnak, illetve a testületnek borzasztó nehéz dolga lesz. Nyilván több forgatókönyvet kell készíteni, vészforgatókönyvet is, hisz egyáltalán nem tudjuk, hogy nincs rá adatunk, hogy mely vállalkozások azok, akik tönkrementek, illetve hát a bevételüknek csak a felét, vagy a negyedét tudják produkálni. Tehát így tervezni nagyon nehéz. Most arról nem beszélek megint, hogy gondolom mindenki elmondta, de hát nem lehet elmenni szó nélkül emellett. Azért az a 2,5 milliárd szolidaritási adó, ami, hát de azt tudtuk, azt terveztük, tudtuk, hogy ez sújtja a várost, küzdünk ellene, meg igazságtalannak tartjuk, de ezzel számoltunk. Azzal nem számoltunk még a év elején, hogy a gépjárműadót is elveszik, ami ugye 170 millióba fáj a Budaörsnek. Aztán, ahogy itt tavasszal, csak köszönetet tudnék mondani a hivatal dolgozóinak, a testületnek, meg az egészségügynek, meg mindenkinek, mert tényleg borzasztó, a BTG-nek mindenki nagyon oda tette magát. De hát ez is a városnak azért több mint 100 milliójába került, amit különben nem kellett volna rákölteni, mert hát nagyon sokan szorult helyzetbe kerültek, és az időseket, főleg az időseket segíteni kellett élelemmel, tűzifával, éppen ami szükséges. Amikor a BTG felügyelőbizottsága összeült, és tervezte a jövőt, hát most mit tervezzünk? Ott ugyanez a probléma, hogy a városban probléma, egyszerűen nem tudjuk, hogy milyen bevételekre, mik azok a fix bevételek, amikre számíthatunk. Arról meg nem beszélve, hogy azt se tudjuk, hogy holnap vagy holnap után mit talál ki kormányunk, esetleg milyen újabb elvonásokkal. Egyet tudok sajnos, hogy évről évre az önkormányzatiságot azt próbálják teljesen megbénítani. Itt nem csak pénzről beszélek, hanem hatáskör, feladat elvonásokról, illetve azoknak a feladatoknak, amelyek itt maradtak, arra sem biztosítanak annyi pénzt. Ezt is a város állja, ahhoz, hogy az iskolákban
meglegyenek azok a szakkörök, megmaradjon az az oktatás színvonala, illetve legyen úszásoktatás, ezt a budaörsiek megszokták. Gyerekektől nem vehetjük el, hát amíg lehetőségünk van, vagy tehetségünk van rá, addig ezt pótoljuk, illetve hát kifizetjük. Eklatáns példa volt a budaörsi I.S. Gyula gimnázium uszodája, ahol tönkrement a gépészet, ami tanterben benne volt az úszásoktatás, de hát a Kliknek nincs rá pénze, hát azt is mi csináltuk meg több 10 millióból, mert kell az uszoda. Ugye ezek csak egy apróságok, de minden pénzbe kerül sokba, és az a baj, hogy nem tudjuk, hogy jövőre mi lesz. Minden nehézség ellenére azért arra kérem, hogy mondjon valami bíztatót is a saját választóinak, illetve a budaörsi lakosoknak. Bízom benne, hogy minél előbb lecseng ez a járvány, és visszaáll minden a rendes kerékvágásba. Most az, hogy mennyi idő alatt tudja a város, illetve az ország kiheverni ezt a pandémiát, mindenki csak jósol, de hát bízom benne, hogy minél hamarabb. Nagyon fontosnak tartom, volt egy civil kezdeményezés, egy civil csoport, amely a Ne fűts hulladékkal című projektet kezdte el. Nem csak szóban, hanem tettben is. A városban három helyen kiraktak egy olyan mérőkészüléket, óvodák, iskolák környékén, ahol a levegőszennyezettséget méri. Hát az önkormányzat partner volt idáig mindenben, ezután is partner lesz, úgy propagandában, mint esetleg később majd anyagiakban is. Ahol szükség van, mert nyilván van olyan is, hogy szükség van tűzifára, azt jelezzék, és önkormányzat biztosítja. Csak ezzel az egésszel az a baj, hogy olvastam több felmérést, többek között a levegőmunkacsoport felmérését is, hogy nem elsősorban gazdasági kérdés. Tehát fegyelmezetlenség, 20%-ban gazdasági kérdés, 80%-ban meg fegyelmezetlenség. Úgyhogy rá kéne jönnünk, hogy nem érgezzük egymást, mert ez senkinek nem jó.